Ma van a Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola nyílt napja. Milyen a programja? A nyílt nap keretében először a Gönczi napi versenyek eredmény hirdetésére kerül sor. Az idén is a hagyományoknak megfelelően az általános iskolák 8. osztályos tanulóinak többféle versenyt rendeztünk. 7 iskola vett részt ezeken a versenyeken, illetve 7 tantárgyból hirdettük meg, és az első 3 helyezett könyvet és oklevelet kap. Ezen kívül hirdettünk az összesített iskolák versenyében is győztest. Az Arany János általános iskola nyerte a versenyt. Milyen képzésekkel várjátok azokat a diákokat, akik a ti iskolátokba szeretnének jelentkezni a jövő tanévre? Az eredményhirdetés után kerül sor a felvételi tájékoztatóra a nyílt nap keretében. Kétféle képzéssel várjuk a diákokat. Egyrészt van egy emelt szintű nyelvi tagozatos képzés, ez azt jelenti, 28 tanulót fogunk erre a képzésre felvenni. Ez azt jelenti, hogy az angolt vagy a németet, illetve ez az első idegen nyelv, vagy az angol, német, orosz, francia közül a másik idegen nyelvet végig minimum heti 5 órában tanulják a diákok, és emellett a 11-12. Évfolyamban még ez 2 órával növelhető. Ez az egyik fajta képzésünk, a másik pedig az általános tantervű 4 évfolyamos gimnáziumi képzés. Ide is 28 diákot várunk, és ennek a specifikuma az, hogy az egyik idegen nyelvet 5 órában tanulják végig a diákok, a másik idegen nyelvet pedig a 4 közül 3 órában, és ez is plusz 2 órával megfejelhető az utolsó 2 év folyamon. Hány osztály indítását tervezitek a következő tanévtől? 2 osztály indítását tervezzük, de ezeket vegyes módon szeretnénk kialakítani, tehát 14 emelt szintű nyelvi tagozatos diák és 14 általános tantervű kerülne a 9. A-ba, illetve a 9. B-be is.